A tíznapos törökországi edzőtáborozást követően ismét a megszokott környezetben a Városi Stadion műfüves pályáján készül a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari négy edzőmeccset játszott Belekben, orosz, román és kazak csapatok ellen lépett pályára Weber György együttese. A mérleg két győzelem egy dönteten is egy vereség. Az eredményeknél is fontosabb azonban az, hogy a szakvezető jó körülmények között tudta elvégezni a rajt előtti finom hangulást. Minden nap tehát a mérkőzések napján is délelőtt tréningeztünk, tehát ezeket a finomító dolgokat, abszolút taktikai jellegűeket még át tudtuk venni a mérkőzések délelőttjén. Aki nem játszott, az pedig tudott egy terhelést kapni, úgyhogy úgy gondolom, hogy az időt, meg a lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Hát nagyon bízom benne, hogy ennek valóban látszata is lesz majd itt a tavaszi menetelés során. A játékosok szerint is hasznos volt az edzőtábor, mivel különböző futballkultúrákból érkezett csapatok ellen mérhették le, hogy hol tartanak a felkészülésben. Nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, nagy iromokat, úgyhogy nehéz ellenfelekkel játszottunk, és nagyon jó, én úgy érzem, hogy jó eredményeket értünk el főleg a játékban láttam nagyon sok javulást, és az, hogy nagyon jól összeállt a csapat. Nyilván ez majd a tétmeccseken fog kiderülni, de én nagyon bizakodó vagyok itt a tavasszal kapcsolatban, mert azt érzem, hogy a csapat nagyon egységes, és jó erőben van, ami nagyon fontos, úgyhogy már nagyon várjuk az első mérkőzést. A szakvezető számára kellemes gondot jelent, hogy szinte minden poszton versenyhelyzet van a kezdő csapatba kerülésért. Szembetűnő az, hogy minden játékos érzi, és tudja, hogy aki jobb teljesítményt fog nyújtani név nélkül, azt fog játszani, és ennek maximálisan megpróbáltak megfelelni kint a felkészülési mérkőzéseket, ami számomra egy nagyon kellemes és egyben kellemetlen dolog is, mert nyilván jegyző szeretne egy állandó kezdőcsapatot kialakítani, jelen pillanatban a fejemben megvan ugyan, de ott motoszkál az, hogy a, a, úgymond a helyetteseknek szánt emberek is ugyanolyan jó teljesítményt nyújtottak. A tabellán jelenleg tizedik helyen álló Nyíregyháza Spartakusz vasárnap hazai pályán a hetedik helyezett Vác ellen kezdi a tavaszi szezont.